legalább ezt el kell, hogy mondjam, az Oliver Musical, dacára annak, hogy sok-sok évtizeddel ezelőtt készült, és néha ezek a műzikelek már lassan-lassan az idők során veszítenek az értékeikből furcsa módon, ez a darab nem tette meg. Szóval egyfelől jó, hogy ilyen sokan lesznek, mert ez látványosra tesz minden műzikelt, így aztán ezt is, de közben pedig azt a színuszgörbét, amit minden darabnak tudnia kell, hogy egyszer csak bebillen egy-két szereplősenetté, néha azt érzékelem, hogy amikor egy nagyon sokan vannak a színpadon az egyik jelenben, akkor a nézők talán még inkább rá tudnak fókuszálni egy-egy zártabb jelenetre. Úgyhogy ennek is nagyon örülök. Azért örülök nagyon, hogy ezt a darabot itt a Pesti Magyar Színházban készítjük el, mert elég komoly tapasztalattal bírnak a gyerekszereplős darabokkal kapcsolatban. Sok olyan darab megy, ahol sok gyerekre szereplő van, így aztán amikor megérkeztünk Turölős Péter koreográfusommal a castingra, akkor azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon fegyelmezetten és nagyon színházilag viselkedtek már abban a helyzetben is. Hát ebben a csapatban nagyon jó együtt dolgozni, és szerintem ebben az Oliver darabban a legeslegjobb a társaság, nekem itt volt egyik a kedvencem. Nagyon várom már a premiért, szerintem az egyértelmű, hogy minden ember izgulni szokott így előadások előtt. Én nagyon izgulok, de nagyon is várom. Faj külön kérte, hogy ne az a ilyen nagyon félénk is fül legyen, akit én játszok, hanem ilyen határozott legyen, mivel hogyha vannak olyan jelentek, ahol csúnyán bánnak velünk, ott ne az legyen, hogy félünk, hanem sőt, inkább álljunk a sarkunkra, mert ezt már sokszor átéltük a darab szerint, meg a forgatókönyv szerint is. Nagyon jó ez a figura szerintem. Mivel általában egy zenés darabnál, ugye sok több a szereplő, tehát több a kettő szereposztás, nekem is van egy kis társam, hogyha nem én vagyok, akkor Haberman Lívia játsza Mrs. Cornyt, tehát hogy így egy picit ez egy nagyszabásúbb érzés, tehát ugye bejön az ember, és az egész világ mozog, azt érzi. Van olyan darab, amikor olyan nagyon családias, ez nem úgy családias, ez tényleg inkább egy ilyen nagyon nagy izgalom van, mert a zenekar, meg minden ilyesmi. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen ünnepi alkalom minden egyes előadás, amikor az ember bejön egy ilyen óriási nagy szervezésbe. Nagyon szeretek gyerekek között lenni, és ebben a próba folyamatban is ugye nagyon figyeltünk egymásra, és abszolút kontaktáltunk a gyerekekkel, és hihetetlen, hogy milyen melót raknak ők bele. Nagyon jól rögzítenek, ugye ez azt jelenti, hogy nagyon pontosan lekövetik azt, ami a feladatuk, tehát el van nekik mondva, hogy mit kell csinálni, és azt megcsinálják, úgyhogy elképesztő ügyesek ezek a gyerekek. És jó velük együtt lenni, egy színpadon lenni, adnak is, reagálnak is, jelen vannak a helyzetekben és a szituációkban, úgyhogy nagyon ügyesek. Az Oliver parókáit azt itt az egész fodrásztárs csapata készíti, nem csak én. Öten dolgozunk a fodrásztáron belül, és így csapatmunkában együtt készítjük el a parókákat. Itt most csak egy bizonyos mennyiséget látunk, összesen 36 parókával dolgoztunk, egy hónap alatt sikerült ezt elkészítenünk. Ugyan már terveztem egy kisebb színházban szintén Oliver előadást, de ez ahhoz képest teljesen más. Egy sokkal grandiózusabb és sokkal akciódúsabb teret igényelt ez a fajta koncepció, amit most hozunk színpadra. Az 1830-as évek Londonjában járunk, ahol is egy olyan építkezési akció indult el, hogy majd, hogy nem a teljes Londont átépítették, és a mai formáját igazából ott kezdte el megnyerni, és ennek a furcsa építkezési időszaknak szeretnénk egyfajta lenyomatát mutatni a színpadon. Honnan a retekből jöttél? A Mikulás az a gyámügyi bíró. A tisztánlátás véget. A vád elől léptél meg? Nem, én árva vagyok. Én nagyon szeretem ezt a színdarabot, és egyszerűen szeretek benne lenni. Szerintem ez a szerep hozzám nagyon illik, mert én általában ilyen vagyok, mint maga a Svindi. Szeretem ezt az egész csapatot, meg nagyon szeretem a Vajtnak a darabjait, mert szerintem tényleg egy olyan
érzés van benne mindegyik darabjában, hogy így ami különleges. Mire összeáll egy ilyen nagy volumenű produkció, addigra körülbelül olyan 4-500 darab kellék az, amit nekünk tárolni és logisztikailag elosztani kell a színpadon, színészek kezébe adni, figyelni, hogy a gyerekek minden alkalommal behozzák magukkal a kelléket. Tehát ez egy nagyon összetett feladat. Ebben a produkcióban 2 kellékes dolgozik, plusz az egész kelléktár, hiszen a 80%-át a kellékeknek mi készítettük el. Lelkem adtam latrokért, most tagadjam a rablóvért. Gyerekkorom színháza, hiszen egész pici gyerek voltam, amikor betért az ember újpesti gyerekként a belvárosba, és nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy a Magyar Színházban, ugye volt Nemzeti Színház, most Pesti Magyar Színházban beülhetett a nézőtérre. Aztán később a Vámpirok bája produkcióban 2008 környékén állhattam ezekre a deszkákra, és most jó, hát 13-14 év után újra itt vagyok, ami nekem nagyon nagy dolog. Egy egészen különleges szerepben, egy egészen különleges előadásban, amit nagyon köszönök Szentevajk barátomnak, aki egy ilyen típusú szerepben gondolt most rám, ami hát egy komoly színészi, nagyon nagy virtuóz szerep, úgyhogy én most ezt nagyon várom, és nagyon készülünk rá, itt vagyunk a finishben. Kellemesen eldiskuráltunk, úgyhogy jó éjszakát, Bill! Mi? Hogy mit? Pénzt? Hát jó, hogy nem már! Nyilván ez akkor nyeri el majd valódi pompáját, amikor a fény is, meg a jelmez is, meg a díszlet is egy képet majd képez, úgyhogy ezek mi csak ilyen részek, darabok, úgyhogy nagyon várjuk már azt a pillanatot, amikor tényleg teljes pompájában tud tündökölni majd ez az előadás, amikor szenikailag minden értelemben zeneileg össze fog állni. Ezt már nagyon várjuk, igen. Mi munkánk nagyon összetett volt, egy csapatmunka, az összes öltöztető dolgozik ebben a produkcióban, és segítjük egymást. Nagyon sok változás van benne, gyors öltözésekkel. Dickenst egyébként is imádom, tehát most el is olvastam újra az Olivért. Izgatta a fantáziámat, hogy persze musicalben nem lehet annyi mindent eljátszani egy figuráról, de azért, ha az ember ha csak tudja, hogy az eredeti hogy van, az biztos, hogy már egy plusz. Számunkra ez egy különleges dolog nekünk zenészeknek, mert ez egy kis parti, egy kis hangszerelés, 9 hangszerre íródott az egész. Rendkívül redukált, de maradéktalan élményű előadás zeneileg, és a zenészeknek nagyon komolyan végig kell játszaniuk az egész darabot, nincs idő pihenniük, mert mindenkinek állandóan játszani kell. A 9 főnek ez a következménye. A másik pedig az a különleges zenei feladat, hogy egy 1960-ban íródott musicalről mi bebizonyítsuk zeneileg elsősorban, mert ez a mi dolgunk, a zene megvalósítása. Tehát, hogy bebizonyítsuk zeneileg, hogy ez ma érvényes. Megállja a helyét, nem idejét múlt, nem poros, hanem lehet igenis érdekessé és izgalmassá tenni. Kinek is kellhet még, van nála szebb emlék, de felem sem. Izgulok egy picit, persze, de nagyon örülök, hogy itt vagyok. Mindenki nagyon-nagyon kedves és tehetséges, és angolul lehet beszélni. So it's really great that we get along with each other. Everyone is super nice. So it's nice on the stage. We feel it. We feel that we are a team and we love the show together. Az, hogy a díszletnek pár eleme itt van már, azért felmérjük technikailag is, hogy mégis milyen mélységűek a lépcsőfokok, hol kell vigyázni, honnan jössz be pontosan, ezek is technikailag nagyon fontos dolgok. Most inkább ezt a részét támasztják alá a díszletek, aztán amikor majd jön a fény, és mindenki jelmezben lesz, akkor ez egész, amikor már szerintem megcsinálja az ember 2-3-szor, akkor kezdi igazán megkapni a lendületét a dolog, és pont jókor érkeznek a nézők.
ebben élek tényleg. December 13-án volt az olvasópróbánk, és ahogy közeledik a premier, egyre izgatottabb vagyok, és velük élek. Tehát mindig az ember a produkcióval él. Az olvasópróba előtt nekem már elindul a munka, azzal, ahogy megkapom a szövegkönyvet, egy jelenetbeosztást kell készítenem. A jelenetbeosztáshoz hozzácsatolni a jelenetben szereplő embereket, utána kapok a titkárságról egy ráérés listát, összehozni azt, hogy ki mikor hogyan ér el. Na most ebben a darabban kb. 70 főről beszélünk, abból 27 gyerek. Premier előtt mindenképpen rajta van a színészen az izgalom. Egyrészt azért, hogy végre találkozzon a nézőkkel, és a nézők jelezzenek vissza, és közben éljék át ők is ugyanazt a történetet, amit mi színészek játszunk éppen a színpadon. Tehát várakozás van bennem, hogy találkozzunk végre a nézőkkel. Ez egy csoda lesz ez a darab. Egy ilyen látványorgia lesz ez az egész tulajdonképpen, és emellett remek színészek, nagyon jó dalokat, nagyon jó helyzeteket fognak előadni, úgyhogy minden szinten egy nagyon élvezhető dolog fog történni ez alatt az előadás alatt. Csak azt tudom várni a közönségtől, hogy semmiképp sem keressenek benne semmi előzményt, hogy akár más előadások, más Oliver történetek hogyan voltak, hanem úgy álljanak hozzá, hogy nyitottan várják és fogadják be ezt a kis csodát, amit mi adni fogunk nekik. Izgatott vagyok, mert esik az eső, és egy kicsit ilyen londoni inspirációt ad nekem az egész a történethez, de természetesen egy hosszú folyamatnak a végén vagyunk, úgyhogy már mindenki nagyon várja, hogy végre tényleg bemutassuk az Olivért. Kétségkívül, mikor ez egy ilyen szép, monumentális díszlet bejön, akkor ezt az ember először megpróbálja megtanulni, hogy eddig nem ott jött föl, nem úgy ment le, most akkor ez mozog, akkor azt ott jobban kell majd figyelni. Tehát ezek mindig egy ilyen tanulási folyamat részei, de aztán éppen ettől lesz egy ilyen nagyon, nagyon jó, hogy mindig így valami aprósággal, tehát valamit az ember, jó, már tudja, milyen a jelmez, akkor most már tudja, milyen a színpad, ó, most már bejött a fény, ú, most már akkor arra is jobban kell majd figyelni, és aztán végül bejön a néző, ami igazából a koronája az egésznek. A banda vezér, Bill Sykes, nagyon tetszett. Látszik az, hogy sokat készültek, nagyon ügyesek a gyerekek, nagyon szépen egyszerre mozognak, a dalok ritmikusak, mindenkit magából tud ragadni. Nagyon sokan énekeltek és nagyon sokan táncoltak, azt tetszett a legjobban benne. Színészileg szerintem fantasztikus. A táncosok mindenki, nagyon tetszik, nagyon ügyesek. És szerintem nagyon nehéz lehet megcsinálni egy ilyen egész koreográfiát, vagy csak szimplán végig dolgozni egy előadást.